Arra kérem képviselőtársaimat, hogy a következő percekben emlékezzünk Solymosi Eszterre. Ugyanakkor éppen a rávaló emlékezés jegyében egyben vádat is kell emelnünk azon szellemiség ellen, amely azóta is, 1882 óta is folyamatosan jelen van életünkben, és a Kárpát-medencében. De ki is volt Solymosi Eszter? Egy 14 éves szolgáló leány, aki Tiszaeszláron a Tokaj környéki kisfaluban, nem messze Olaszliszkától, idén 130 éve, 1882. április 1-én tűnt el. A legismertebb verzió szerint, mivel Esztert utoljára a helyi zsinagóga környékén látták, a falusiak a helyi zsidóságot tették felelőssé, sőt gyanúsították a lányka meggyilkolásával. A bíró biztos volt abban, hogy a vádlottak költik meg Solymosi Esztert, de külső nyomásra kénytelen volt kihirdetni a felmentő ítéletet. Minek lehetett ekkora hatása a független magyar bíróra? Amennyiben nem így cselekszik, a rente konverziót, vagyis a kölcsönkamat visszafizetési feltételeinek hosszabb lejáratúvá változtatását, csökkentését nem hajtották volna végre a világ, és hazánk gazdaságát már akkor is kézben tartó körök. Piros szín, fehér hó, zöld levél. Piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Zenta és szép magyar kalizsán, zombori rózsafák illatán. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal. Esküvők, katonák, ünnepek. Ősi föld, sok vidám, kisgyerek. Szabadkáról zeng a dal, hogy lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Piros szív, fehér hó. Hajnal, fehér álom és a zöld remény. Aztán új tavasz jön, és sok új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Maradj zöld, fűzfa ág. Jó anyám, kertjé
sok virág, puskátlik, tulipán, violák, szarkalák, ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Muskátlik, tulipán, violák, szarkalák, ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Hogyha kell, megesküszöm, ott leszek. Hogyha kell, esküszöm, elmegyek. Nyílik majd még sok virág, a zombori rózsafák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Nyílik majd még sok virág, a zombori rózsafák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Az egybegyűlteket a Magyar Nemzeti Front Solymosi Eszter megemlékezésén. Ezt az ünnepi megemlékezést most egy verssel kezdjük ebben az évben. Nagyné Hólosi Éva fog szavarni. Erdély József Solymosi Eszter vére. Megöltek egy liba pásztorlányt. Égre kiállt a vád. Úgy ölték meg Solymosi Esztert, mint egy tokos, pihés ribát, mint egy síró galambfiókot, szűz juhocskát húsvét előtt. Valami vérengző bolondok úgy fogták el és ölték meg őt, a dalosajkú kis magyar lányt, valami vérengző vadak vademberek. Elfolyt a vére, mint egy párás piros patak. Ítélt a bíró. Félkegyelmű, képzelődő a szemtanú, alaptalan a vád, a vérvád, a hátborzongató gyanú. Ítélt a bíró, elmehetnek a kaftánosok, nem ölték meg Solymosi Esztert, nem gyilkosok, nem bűnösök.
Ítélt a bíró. Jaj, bocsánat. Igen. Nem bűnösök, nem sütöttek húsvéti ostját keresztény vérrel. Gyermek ijesztő dajka mese a vér a vár. Ítélt a bíró, s felélesztett a zsidóság az üldözött. De terjed a mese a vakhit a szegény magyar nép között. Zengett a dal, s a vérpatakból vérfolyam gyűlt, és hömpölyök, tenger, vértenger lett belőle, mérhetetlen mély és örök, mint Jézus vére a világot megváltó Isten emberé, az ő vére és a legyalázott szegény Solymosi Eszteré. Ítélt minden kioltott ártatlan vér, s minden magyar vér, ami folyt, párolgott és virult belőle idegen trón, élősdi volt. Minden kiontott ártatlan vér, harctéren omlott hősi vér, és munkában csorgott verejték, és megrabolt bér és babér. Az én vérem is, az anyámé, a régi libapásztoré, az ő vére a legyalázott szegény Solymosi Eszteré. Égre kiáltom akkor is, ha élettel és vérrel tilos, leírom akkor is, ha rögtön lángot vet a szűz papíros. Befíros vagy Solymosi Eszter kiontott vére, bemeleg, hajnalt festek a magyar égre, és felkelő napot veled, hogy ne vesszen kárba a vérünk, és emléked árva hajadon, Solymosi Eszter árva népét ébressze bátran, szabadon. Most hallgassuk meg Mitya Topó László ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves magyar testvéreim! Emlékezők! 1883. augusztus 3-án felmentő ítélet született a tiszaeszlári bűnperben. Az egész országot sokkolt ez a felmentő ítélet. Sokkolta, hiszen korábban is történtek hasonló bűnesetek, de ebben az időben, az 1880-as évek elején azért nem erre a felmentő ítéletre számított Nagy Magyarország népe. Abban az időben is, hasonlatosan a mához, olyanok diktáltak, olyanok hoztak törvényeket, olyanok akarták befolyásolni életünket, akik nem kötöttek a magyar röghöz. Már korábban 1882. július 1-én például egy belügyminisztériumi rendelet jelent meg, úgymond az antiszemita sajtótermékek elkobzásáról. Ha az antiszemitizmus előidéző kivételezett kisebbségiek, mondjuk így őket ezúttal, minden lehetséges alkalmat megragadhatnak be és külhonban, országunk gyalázására, akkor nincs lehetősége, nincs joga és kötelessége a magyarságnak, hogy ezzel szemben védekezzen. Védekezzen az országunkat befeketítőkkel szemben, akik mellesleg a kirekesztés földjeként értékelték akkor is és ma is hazánkat. Ezért, hogy már a tiszaeszlári bűnese előtt, 1882-t megelőzően, de annak hatására mégis, még inkább támadtak hazánkban személyek és mozgalmak, és kontinensünk, a vén Európa más tájain is, akik és amelyek nemzeti önvédelemből harcot indítottak e kirekesztő propagandagépezet és politikai gyakorlat ellen. Most, kedves magyar testvéreim, amikor nem csak Solymosi Eszter kiontott vérére, hanem valóban minden kiontott ártatlan magyar vérre emlékezünk, akkor a kirekesztéssel szemben fellépő
magyar politikusok közül engedtessék meg itt, hogy két olyan kiválóságra emlékezzünk, akik valóban a lehetőségeik mértéke szerint mindent megtettek azért, hogy ez az áldatlan állapot Magyarországon, a magyarság kisebbségbe bennszülötti sorsba sorítása ne váljék politikai gyakorlattá. E két harcos személyiség egyike Istóci Győző, jogász, országgyűlési képviselő, a 19. századi magyar nemzetpolitika egyik teljesen méltatlanul elfeledett képviselője. Arról az Istóci Győzőről van szó, akiről általában ma csupán a befeketítés, a gyűlölet, vagy ami még ezeknél is rosszabb, az elhallgatás és elhallgattatás gyakorlatával élve nem kívánnak foglalkozni. Miről is van szó? Élt Magyarországon egy ügyvéd, aki úgy gondolta, hogy minden egyes néptek, nemzetiségnek megvannak az életjogai. Ahogy tetszik, mondjuk úgy, hogy mai terminológiával élve filoszemitaként indult. Egészen addig, amíg elérkezett életének egy fontos éve, 1870, egy uradalmi árverés vezetését vezette, amikor is egy mesebelien, dúsgazdag, kivételezett kisebbségi család képviselője hamis névnek a benyújtásával próbálta őt félrevezetni, hogy az árverést érvénytelenítse, és így áron alul juthasson a birtokhoz. Azonban miután Istócit nem tudták mégsem lefizetni, hamis tanúvallomások alapján még ők indítottak ellene pert, 60.000 forint kártérítésre ítélve, ugyanakkor a vármegyei alsó bíróságok sem mertek kiállni mellette, pedig tudták, Istócinak van igaza. Végül a kúria sietett a segítségére, ugyanis ez az összeg, amit követeltek rajta, egy életre tönkre tehette volna. Ettől a pillanattól az addig az antiszemitizmust hírből sem ismerő fiatal bíró élet céljának tekintette, mondjuk úgy bizonyos jól körülhatárolható köröknek a leleplezését. Ezért a tiszesztári felmentő ítélet következményeként és hatásaként 1883. október 6-án megalapította az Országos Antiszemita Pártot. Milyen célkitűzésekkel alapította meg? Az volt az egyik és legfontosabb, mindmáig áthallásos, magyarul időszerű üzenete, hogy a politikai, a társadalmi, a közgazdaság és főleg a sajtó, a hitel, a kereskedelem és a közlekedésű területén nemzeti önvédelemre van szükség, helyes agrárpolitikára, arra, hogy bizony az, aki Magyarország földjén ipart kíván alapítani, igenis legyen a magyar érdekeknek a szolgálója. Meg kell szűkíteni, meg kell vonni az ipartársulatok alapítását. Nem lehet az, hogy bevándorlási törvény hiányában bárki nyúlbőrrel, színnel, fával, bármivel kereskedhet 200%-os uzsorakamattal is akár. A kocsmatartási jogot is meg kell vonni az említett kivételezett kisebbségiektől. És nem utolsó sorban az államháztartás és az államhitel tőlük való függetlenítése nemzeti létünk egyik alapja. Istóci Győzőt akkor, amikor először jóval Tiszeszlár előtt, 7 évvel korábban, 1875-ben ezekkel az alapvető gondolatokkal jelentkezvén próbált az országgyűlésben érvényesítenie akaratát, kinevették, kigúnyolták, megapította mégis a pártját, amely még ha csak 17 képviselővel 13 évig működött a magyar országgyűlésben. Igen, Országos Antiszemita Párt, ami lényegében Tiszeszlár nélkül alig ha jöhetett volna létre. Mert hogyan a korábbi hallott történelmismertetésből is kiderült, az a tény, hogy megakadályozták a bűnösöknek, Solymosi Eszter meggyilkolásában résztvevőknek és
kitervelőinek a fölmentését, a Justice Mordnak, magyarul a jókolálnak az intézményesítését jelentette azt, hogy valakit származása alapján fölmentenek, valakiket fölmentenek, egyesek számára az eredet, a genetika törvényei, mint egy fölmentés jelentenek. Ez ellen, a törekvés ellen lépett fel az európai politikai élet porondján, túlzás nélkül mondhatjuk, elsőként egy becsületes magyar vasi politikus, dr. Istóczi Győző, akit hiába húrogtak le, hiába próbáltak sajnos még a saját pártársai is időnként talán szélsőségesség hírébe hozni, kitartott élete végéig 1915-ig egy olyan gerinces politikus volt, akire 1945 óta csak várhatunk, aki valóban nem valami ellen, hanem valamiért küzdött. Azt kívánta, hogy ne legyen hátrány Magyarországon az, hogy valaki nem magyar. Ez volt az alapvető nemzetpolitikai célkitűzése, pozitív programot hirdetett. Azt hirdette, hogy ha ez a minoritás nem tud beilleszkedni a magyar Szent Krona országainak, a Szent Krona törvényei alá, az vagy alkalmazkodik mégis kényszerűen, hogy elhagyja a hazánkat. Ő vetette föl 1875-ben az eredendő értelemben vett cionizmus gondolatát. És mégis sajnos megtapasztalhatta azt, amit az elmúlt 20 év alatt mi is megtapasztalhattunk, hogy az, aki valóban felelősen szól, sokszor kinevetett vagy általában lekezelt személyként minősül. Ilyen volt tehát az az Istóczi Győző, aki mindent megtett annak érdekében, Ónodi Géza földbirtokosa egyetemben, hogy a tiszteszlári büntény igazi felelőseinek a felelőssége ne maradjon a homályban. És a másik képviselő, akiről itt is e helyen meg kell feltétlenül emlékezni, egy katolikus pap volt, Zimándi Ignác török bálinti plébános, aki szintén az országos antiszemita pártnak volt országgyűlési képviselője, és 1884-ben, tehát két évvel a tiszteszlári bűneset után kártét adott ki a magyar nép számára, antiszemita kárté a magyar nép számára. És bizony abban az időben, az akkori média politikai légkörben is bizonyára voltak nem is olyan kevesen, akik fogták a fejüket, egy katolikus pap, Alter Christus, Krisztus szolgája, nevét adja az antiszemitizmushoz. És ő nagyon világosan, átvallásosan, a mai kor számára is megfogalmazza, igen, nem arról van szó, hogy mi valakit is gyűlölünk a származása miatt, amire amúgy sem tehet. Viszont a származás sohasem legyen fölmentés az egyén, a nép, a közösség bűnei alól. Hiszen Krisztus kegyelme az érintetteknek is szól, ő belőlük is lehetnének Krisztus követők, ha akarnának. És éppen ezért Zimándi Ignác nagyon hangsúlyozottan azt mondja, hogy ő, aki papként olvasta a Talmudot, olvasta a kivételezett kisebbségieknek a különféle szertartási és rituális könyveit, meggyőződött arról bizony, hogy ezeknek a többségében igenis létezik az a gondolkodásmód, amely megszüli az antiszemitizmust, és ez ezektől a forrásoktól egyáltalán nem függetleníthető. Ezért a megnyilvánulásáért a Magyar Országgyűlésben, amit egy beszédében részletesebben kifejtett, a Talmudot idézve, szintén kinevették, kigúnyolták, nem létezőnek tekintették a szavát, pedig kortünetekre és kortünetekre mutatott rá. Igen, volt, kedves magyar testvéreim, nem csak két vezérférfiú, akit megemlítettem most, hanem mellettük számosan, nem sokan kevesen, de mégis, akik már a tiszteszlári bűnper előtt, alatt és után, és főleg Tiszteszlár hatására megmutatták azt, amit gróf Széchenyi István még az 1840-es években nagyon találóan népesei egyszerűsége úgy fogalmazott meg: mindenek előtt áll előttem a hűség a saját fajtámhoz, a saját érdekeimhez, a saját mai divatos szóval azonosságtudatomhoz, identitásomhoz. És ennek a kettős politikai gyakorlatnak, a nemzet és a keresztény önvédelemnek a tiszteszlári bűnper utóhatásoként volt egy másik
következménye is. Nevezetesen arról van szó, hogy még el se indult a tiszeszlári bűnper, de már 1882 őszén az Elba királynőjén, nevezetesen Elba városában kongresszusra gyűlnek össze magyar, német, francia és egyéb nemzetekből való politikusok. Antiszemita kongresszus tartanak Dresdában. 1882. szeptember 11-e és 12-e között. Istvóci Győző azzal indokolta, hogy elmennek oda magyar politikusok, hogy ő itt német politikusoktól kapta az ösztönzést arra, hogy össz-európai szinten kell a kivételezett kisebbségiekkel szemben programadással fölvenni a küzdelmet. Ezen a kongresszuson Magyarországot Istvóci Győző és Ónodi Géza tiszeszári földbirtokos képviselte. Nagy népes küldöttség fogadta őket. Dresdában közel 900 résztvevő jelenlétében folyt le ez az antiszemita kongresszus, amelynek az anyagát töredékesen, de mégis a fő gondolatait Bosnyák Zoltán a Magyar Fajvédelem Úttörői című könyvében 1942-ben részletesebben ismertett, és ebből kiderül, hogy Istvóci Győzőnek olyan alapvető az imént a pártja részéről felsorolt gondolatai voltak, amelyeket a német, francia, megjelent politikusok egyöntetűen elfogadtak, és úgy gondolták, hogy minden egyes európai népet föl kell világosítani arról a gazdasági, politikai terjeszkedésre, mert egész Európát sújtja. Ezt a beszédét 1882. szeptember 12-én el is fogadták, és ugyanekkor Ónodi Géza az ott megjelent germán képviselőknek ismertette a tiszeszlári bűneset addigi változatait, addigi mint egy nyomozási eljárásait. Ezen a kongresszuson két álláspont küzdött egymással, vitatkoztak képviselők. Az egyik álláspont az volt, hogy elég szigorú törvényeket hozni a kivételezett kisebbségekkel szemben, gazdasági, politikai, sajtó, rendészeti törvényeket, és így nem kell őket eltávolítani az országból, legfeljebb gettókba kell őket helyezni. Ez volt mondjuk úgy, hogy a mérsékeltebb álláspont. Volt azonban egy másik álláspont, ehhez képest egy gyökeresebb, egy radikálisabb megközelítés, amely azt mondta, hozzunk bármilyen szigorú nemzetvédelmi rendelkezéseket, mégis képesek lesznek az érintettek egérjukat találni, túlsúlyra jutni ezáltal is, ezért nem megsemmisítendő, csupán eltávolítandó. Mégpedig úgy, hogy egy közös kontinens kell neki találni, ekkor már felvetődött Palesztina neve, ugye, amely az 1910-es Balfouri nyilatkozat elismerte, hogy Palesztinában joga van ennek a kivételezett kisebbségiekből álló, de államot alkotni nem tudó etnikumnak hozzátalapítania. Tehát ez a két álláspont jelent meg. Istvóci Győző az előbbit képviselte, tehát azt mondta, hogy elég szigorú törvényeket hozni, de ugyanakkor viszont évekkel később maga is azért rádöbbent arra, hogy bizony, ha ez nem elégséges megoldás, akkor az utóbbit kell választani. Ekkor 1882. szeptember 12-én úgy határoztak a dresdai antiszemita kongresszuson megjelentek, hogy további kongresszusokat fognak tartani, és egy nemzetközi antiszemita folyóiratot próbálnak létrehozni. Az eddigi történelmi kutatások azt mutatják, hogy ebből a két elképzelésből nem valósult meg ugyan semmi, de ami rendkívül fontos, Magyarország volt a katalizátor. 1882. április 1-je, Solymosi Eszter eltűnése, a vizsgáló bizottság munkájának eltusolása, majd végül 1883. augusztus 3-án a vádlottak egyöntetű felmentése, a Justice More gyakorlata azt mutatja, hogy bizony szükség volt nemzeti önérdekvédelemre, nem csak Magyarországon, Németországon és Franciaországban egyaránt. Valóban elmondhatjuk, hogy Magyarország a tiszeszlári bűnper hatására olyan politikusokat kíván felmutatni, és tudott is, nem csak kíván, mint Istvóci Győzőt vagy Szimád Ignácot, akik azt mondták, hogy elég volt a magyarság megalázásából, elég volt a már akkor is, mint egy lappangva létező bűnös nemzet fogalmának a hangsúlyozásából.
Kedves magyar testvéreim, mi ennek a mostani megemlékezésnek az elmondottak tükrében a tanulsága? E két harcos életművéből, Istvóci Győzőjéből és Zsimándi Ignácéból és a szellemiségükből Tiszteszlár árnyékában létrejött Derzai kongresszusnak mi az üzenete? Alig, hanem először is az, hogy ideje lenne már végre megtanulniuk a saját hazánkból bennünket leginkább kirekesztőknek. Olyan fegyver nincsen, amelyel csak egy irányba lehet lőni. Akció reakciót szül. Másodszor pedig éppen ebből következően, hogy a történelmi igazságok megismerése és megismertetése szül csak rendet. Tiszteszlár esetében is. Természetesen. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet. Felkérem Domonkos Endre Jánost, a Pax Hungarica mozgalom vezetőjét, hogy mondja el mindenki beszélét. Testvérek, tisztelt megemlékezők! 2007-ben Olaszországban napvilágot látott egy könyv, amelyet a jeruzsálemi Bar-Ilán Egyetem középkori történész professzora, bizonyos Ariel Dolaf írt. A címe Véres húsvét. Ez a könyv ez nem kevesebbet állított, mint hogy a középkorban jelesül a 12. és a 16. század között a zsidóság terhére felrúgt vérvádaknak igenis lehetséges volt racionális alapja. Hát ezért a szerzőt elég rendesen meghurcolták, még az állásából is elbocsájtották, sokáig rendőri védelem alatt volt kénytelen élni, mivel többször is életveszélyesen megfenyegették, míg nem kénytelen volt a könyvét visszavonni, és egy évvel később szelidített formában újra kiadni, amivel megint csak nem sikerült elnyerni a hitsorsainak a tetszését. Tulajdonképpen Ariel Dolaf nem állít mást, mint amit a témával foglalkozó elfogulatlan szakemberek mindig is állítottak. Értem ez alatt elsősorban a századforduló nagy magyar teológusát és orientalistáját, Huber Lipótot, aki több fontos könyvben foglalkozott a zsidóság és a kereszténység kapcsolatával. Az egyik legfontosabb a zsidóság és kereszténység, amit a Gedélyék nemrégiben újra kiadtak, a másik pedig a Talmud című kétkötetes munkája. Az az érdekes, hogy Huber Lipótnak ezt a könyvét, amiben ő vette a fáradtságot és a talmudi idézeteket eredetiben is beidézte, tehát héberül, héber betűkkel, hogy még a látszatát is elkerülje annak, hogy valamiféle pamfletből fordította a szövegeket. Tehát Huber Lipótnak ez a nagy jelentőségű munkája, ami sajnos hát egy olyan jó 120 éve nem jelent meg tudtommal nyomtatásban. Nekem a betiltva.com hírportáról, illetve igen, onnan sikerült leszednem. Tehát ez a könyv tulajdonképpen azt bizonyítja, amit hát a jelenlévők úgy is tudnak, hogy a zsidó vallásban igenis, mint általában a sémi jogban, a sémi népeknél létezik a kettős mérce. Amíg mondjuk számunkra, keresztények számára a 10 parancsolat az, hogy ne ölj, ne lopj, ne csinálj ezt, vagy ne csinálj azt, ez egy univerzális, mindenki irányába kötelező normarendszer, addig
a zsidók ezt kétfelé bontják, és még maga a középkori nagy zsidó filozófus Maimonides is így magyarázza az ötödik parancsot, hogy ne öld meg testvéredet, viszont a goly az neked nem testvéred. Tehát a zsidó szentiratokból, elsősorban a Talmudból igenis következik az, hogy a keresztényeket meg lehet gyilkolni, hogyha bajba jutnak, akkor nem kell számukra segítséget nyújtani, illetve különböző üzleti tranzakciókban nyugodt lelkülettel át lehet őket vágni. Ugyanezt bizonyította később Luzsénszky Alfonz is, akit azonban bíróságilag több alkalommal is megtámadtak, és 1920 és 36 között 4 darab Talmud per volt folyamatban fővárosi bíróságokon. Mind a 4 per a vádlott felmentésével végződött, ugyanis hitfelekezeti izgatással vádolták. Viszont Luzsénszky fordítását az érintettek a mai napig úgy próbálják beállítani ezeknek az ítéletek ellenére, hogy ez a mű, ez egy koholmány, hogy Luzsénszky nem tudott héberül, hogy Róling Ágostonnak a németül megjelent hasonló művét fordította le egyszerűen magyarra, és ez egy hamisítvány. Viszont, hogyha megnézzük a vonatkozó Héber szakirodalmat, akkor látjuk, hogy Huber Lipót munkásságát nem merték ilyen kritikával illetni, azt egész egyszerűen elhallgatják. Tehát a Talmudból a kettős mérce mindenképpen bebizonyítható. Viszont a vérvád, mint olyan, az nem található meg semmilyen zsidó iratban. Tehát hát nyilván a Tórában, ami a keresztények számára is szentírás, ott nyoma sincs ilyennek, sőt, Mózes a zsidóknak külön a lelkükre köti, hogy a megölt állatnak a vérét azt ne egyék meg. Ugyanez vonatkozik még a Talmudra is, ami megengedi ugyan a keresztényeknek a megkárosítását, megölését, becsapását. Külön fejezetek foglalkoznak azzal, hogyha a keresztény, ahogy ők mondják, vagy a noahida, vagy goyim, vagy pogány beleesik egy ciszternába, és ott van egy létre, amin ki tudna mászni, akkor azt milyen indokkal, meg milyen ürüggyel lehet eltávolítani, hogy hát mit tudom én, a fiam almát akar szedni. Szóval iszonyatos szófosásnak kell ezt elképzelni. Hát ugye a Huber Lipót féle Talmud kivonatot mindannyian ismerjük, ez egy elég vékony kis könyvecske. Hát maga az eredeti Talmud az mintegy 6 kötetes, borzasztóan hosszú és bőbeszédű íromány. Ennek a tulajdonképpeni magja a misna, a tan, és a nagyobbik része az meg a gemára, a rabbiknak az ehhez fűzött magyarázatai és vitái. Hát néha elég komikus ezt olvasni, amit művelnek. Olyan dolgokon képesek elvitatkozni, hogy kijelenteni olyan dolgokat, hogy az a boldog ember, akinek az asztala közelesik az árnyékszékhez, meg olyan magasztos dolgok szorultak ebbe a szent könyvbe, hogy az ember mire átolvassa, addigra tényleg úgy teljesen átszellemül, átlényegül, és csak hódolattal tud adózni a Héber szellemene hallhatatlan remek műve előtt. Huber Lipót így nyilatkozik a Talmudról. A misna és a gemára eddig keresztények által ismert kéziratában és kiadványaiban a keresztények rituális legyilkolására nézve világosan és határozottan kifejezett tan vagy parancs sehol sem található. Igaz, hogy a Talmud teóriája, miként az e fejezet folyamán láttuk, éppen nem hízelgő a nem zsidókra, a zsidó hitehagyottal és általában az istentelenekkel szemben inhumánus. Ám de ahol
azok kivégzéséről, megöléséről, direkt vagy indirekt elvesztéséről van szó, sehol sincs parancsolva vérvétel és annak élvezete. Igazságot követne el tehát az, aki egyes zsidók által vad fanatizmusból, vad babonából, keresztény gyűlöletből vagy bosszúból elkövetett, és tagadhatatlanul beigazolt tényekből, ha mindjárt azokat az illető vérontó gyilkosok a Talmud szavainak hívás értelmezése alapján követték volna is el, azt hirdeti, hogy e tan a Misna vagy a Gemarában foglaltatik. Tehát mindenki tisztában volt azzal, amit a zsidók a mai napig szeretnek védelemként felhozni, hogy de hát nekünk tilos a vért megenni, akkor nem is gyilkolhatunk mi meg senkit, mert ugye az ölés is tiltva van. Hát ez egyébként azóta is számtalanszor elhangzott. De hát kérdezem én, testvérek, most a világtörténelem során mindenki minden egyes esetben betartotta a saját vallásának az előírásait? Mindenki minden törvényt mindig maradéktalanul végrehajtott? Ez egy olyan ócska védekezés, minthogyha valaki tolvajláson kapnak a közérbe, és ő azzal védekezik, hogy de hát a vallásom tiltja a lopást, tehát én nem lehetek tolvaj. Noha, épp ott fogták meg. 1882-ben vérvád, mint olyan hivatalos magyar közeg részéről nem hangzott el. Erre az eljárás fennmaradt peranyaga, illetve Bari József vizsgálóbíró visszaemlékezései a bizonyítékok. Mielőtt részletesebben erre kitérnénk, nem árt néhány pillantást vetni az érintett esztlári zsidó közösségre, és pedig arra, hogy ők milyen kulturális háttérrel rendelkeznek. Most erre elsősorban azért is van szükség, visszakanyarodva a már említett Ariel Toaf munkájára, aki az előforduló, középkorban előfordult gyilkosságokat egyrészt a bosszúval próbálta megmagyarázni, hogy amikor a keresztesek vonultak kelet felé, akkor nyomában néhol a nép kisebb-nagyobb pogromokat rendezett. Másrészt babonával próbálta magyarázni, középkorban ugyanis több helyen a vérnek akármilyen formába, tehát akár a maga cseppfolyós állagába, vagy szárítva, porrá őrölve, elsősorban az alkímia gyógyító erőt tulajdonított. Tehát visszatérve tovább professzorhoz, így ír a könyvében. Azt próbálom bemutatni, hogy a népi gyógyészat és mágia, a babonák és az alkímia lassan, de mélyrehatóan szivárogtak át a keresztény kultúrából az askenázi közösségek kevésbé iskolázott rétegeibe, melynek a trentói zsidók is részét képezték, méghozzá olyan mértékben, ami végül a zsidók legszigorúbb normáinak és legsajátosabb szertartásainak, elsősorban a vérfogyasztás tilalmának, felforgatásához, illetve figyelmen kívül hagyásához vezetett. Ezzel kapcsolatban zsidó oldalról is megszólaltak jeles szaktekintélyek, amikor elindult Toaf professzornak a úgymond az üldözése. Ilyen volt például Mihály Barilán a Tel Avivi Egyetemen, ő a középkori orvostudománynak a professzora, mellesleg a Toafnak addig munkahelyet adó Barilán Egyetemnek az alapítójának az unokája. Ő így sietett megtámadott kollégája tanártársa védelmére. Míg a zsidó történészek rendkívül otthonosan mozognak a középkori európai kultúra által elkövetett, vélt vagy valós szörnyűségek és büntettek felkutatásában, addig kifejezetten ellenségesen viszonyulnak minden olyan elmélethez, még a puszta feltételezés szintjén is,
amely a mágiával és babonával áthitatott középkori zsidó közösségek büntettekben való részvételét elfogadja, vagy csak akár sugallja is azt. Itt megint csak az a mentalitás, az az attitűd köszön vissza, ami a holokauszt vallásba tulajdonképpen kanonizálva lett, aminek az egyik alapdogmája, hogy tulajdonképpen az antiszemitizmus, a zsidó gyűlölet, az a történelem kezdeteitől fogva egy előzmények nélküli, oktalan, teljesen spontán és megmagyarázhatatlan történet. Tehát erre a zsidók magatartása, mentalitása, viselkedése, egyáltalán semmilyen tulajdonsága az antiszemitizmusra semmilyen okot nem ad, ők szépen ártatlanul a világ megjobbításán fáradoznak, és egyszer csak kinőnek a földből a csúnya antiszemiták, és jól megfajgyűlölik őket. Mindezt azért tartottam lényegesnek elmondani, mert egyrészt Duaf professzor azt bizonygatja, hogy a vérvád, mint olyan, illetve ezek a gyilkosságok, amik a középkorban is felmerültek, és amiről például Luzsenszky Alfonza könyvében 77 esetet sorol fel, ezek csak és kizárólag a nyugat-európai askenázi zsidó közösségekben fordultak elő. A kisebb létszámú és a beilleszkedés valamivel kicsit toleránsabb és hajlékonyabb szefárdi közösségek ebben nem voltak érintettek. Ez azért érdekes, mert a mi hőn szeretett zsidaink, akik a 19. század vége óta társaságukkal folyamatosan megörvendeztetnek minket, egészen véletlenül askenázi zsidók. Maga az askenázi kifejezés a középkori héberben Németországot takarta, arra utalva, hogy ezek a zsidók Németországból vándoroltak elsősorban keletre, még ugye a szefárdi zsidók azok az ibériai félszigetről szélettek szét, elsősorban Dél-Európában. Na már most, ebbe az askenázi zsidó közegben született meg a 18. század második felében a haszidizmus, az az izraelita reform irányzat, amelyhez a tiszaeszlári zsidóság is tartozott. A haszidizmusról, hát hagyj idézek megint egy elfogulatlannak mondható szakértőt, jelesül Raj Tamás nyugalmazott főrabbit, aki így ír: a kelet-európai haszidizmus a 18. század végén a Kárpátok túloldalán alakult ki, ahol nagyon sok nincstelen és tudatlan zsidó élt, favágók, tutajosok, kocsmabérlők, mesteremberek, házalók és koldusok. A haszidizmus vezéralakjai a mesterek, az úgynevezett szántikok. Ez a héber szó igaz embert jelent, így nevezik a haszid rabbit, vagy ahogy ők mondják a rébét, a közösség lelki és szellemi vezetőjét. A haszid irányzatok Kelet-Európában egyes neves rabbik, cántikok személyéhez kötődtek. Ezek az irányzatok, iskolák még hosszú idővel a cántik halála után is tovább élhettek. Egyes rabbik, persze csak a 19. század második felétől, valóságos királyi udvar tartottak fenn, hintól utaztak, udvaroncaik vagy sameszeik, engedelme nélkül senki sem kerülhetek színük elé. Sokan a cándikot csodatevőnek tartják, akihez messze földről vándoroltak a hívek bölcs tanácsért, gyógyulásért, vagy csupán azért, hogy lássák, megérintsék. A cándik lakomáján való részvétel külön megtiszteltetésnek számít. Az igaz ember alig nyúl hozzá az ételhez, ám a maradék, a srájem fölött mégis valóságos csata alakul ki a jelenlévők között. De nem csak az étel maradékon tudtak, mármint a csodarabbi által meghagyott ételen tudtak, hanem az egyes használati tárgyaiért is valóság is élet-halál harc folyt.
olyan hiedelmeik voltak, hogy a csohodarabbi egyes ruhadarabjai, mit tudom én, az inge, az imaszíja, vagy akármi mása, azok ilyen és ilyen testi vagy lelki betegségek ellen nyújtanak biztos gyógyulást. Megint csak Huber Lipótot szeretném idézni, aki következőképpen írja körül az imént már tárgyalt haszidizmust. Mindezek után a katolikus Bonaventura Meyer, a múlt századbeli orientalista és a zsidóságnak különösen jóindulatú ismerője, a haszideus zsidóságot az emberiség legtudatlanabb, legműveletlenebb, legbabonásabb és legdurvább osztályaihoz tartozónak mondja, akik az istenség iráti kötelességeiket a legfontosabban teljesítik ugyan, de embertársaik iránti kötelességekkel nem sokat törődnek, mert olyan dolgokat engednek meg maguknak, melyből kitűnik, hogy lelkiismeretességet csak nagyon alárendelt kérdésnek tekinti. Mert hazudnak, lopnak, csalnak, sőt minden lelki spurralás nélkül gyilkolnak is, és emellett több helyütt rabjai az iszákosságnak is. Tehát ez a bizonyos zsidó reform irányzat volt a szellemi otthona azoknak a zsidóknak, akik Tiszaesznáron tartottak fenn egy zsinagógán. Igaz ugyan, hogy ez az irányzat sem parancsolta kifejezetten, hogy na most a vérrel bármit is kellene csinálni, viszont még zsidó szerzők is kénytelenek elismerni, hogy iszonyatosan babonás és iszonyatosan sötét társasággal van dolgunk. Tulajdonképpen a haszid reform az ortodoxián belül arra irányult, hogy míg az ortodox zsidó az éjjel-nappal a Talmudot bújta és magolta, addig a haszidok a tanulást azt mellőzték a szigorú törvénytiszteletet, és helyette úgymond az örömre, az Isten örömmel való szolgálatára, a vidámságra tették a hangsúlyt. Láttunk mindjárt, gondolom már tévében, interneten különböző ilyen haszid ünnepségekről, szertartásokról felvételeket, ahol azt látjuk, hogy ezek a jámbor emberek az asztalon táncolnak, és be vannak rúgva, mint az albán csacsi. Hát náluk ez egy vallási ritus. Tehát ebből a közegből származott az esznári zsidóság. Nem úgy kell az esznári zsidókat elképzelni, ahogy ma mondjuk mai ismereteink alapján egy budapesti romkocsmában szocializált, agyoniskolázott, 8 diplomás bölcsés zsidót elképzelünk, vagy mit tudom én, ugyancsak több diplomás rabbit. Ez akkoriban teljesen felejtős volt, még az egyháziak is, még maga a csodarabbi is esetleg sötét volt, mint a sűrű éjszaka. Tehát ő nem azért volt rabbi, mert hogy férkézzel olvasta a Talmudot és kente vágta az egészet, hanem mert az apja is volt, meg a nagyapja, tehát ez így tulajdonképpen öröklődött, és így alakultak ki ezek a bizonyos rabbi dinasztiák. Tehát amire Ariel Joaf is rámutatott, a babona. Ez a bizonyos babona, ami az esznári zsidóság körében tekintve a kulturális hátteret, igen erős befolyással bír. Egyrészt a tudatlanság, másrészt a babona, ami hát általában kéz a kézben szokott járni. És tulajdonképpen, hogy lett a tiszaesznári gyilkosságból vérvád? Ugye, mint említettem, a liberális Magyarország korabeli elitjének nagyjából egy ilyen vérvád per, ez éppen annyira hiányzott, mint Mókusnak az erdőtűz. Ők ugyanis akkoriban azzal voltak elfoglalva, hogy egyrészt a
az ellenzék által követelt bevándorlási törvényt, ami a galíciaiak beáramlását volt hivatott némileg megzaholázni, amit még maga Deák Ferenc is követelt az emancipációs törvény vitájában. Tehát, hogy ezt a törvényt valahogy el kéne szabotálni, és bebizonyítani a közvéleménynek, hogy hát tulajdonképpen ezek a galíciai zsidók, ezek egy teljesen ártalmatlan, esetleg kicsit komikus vagy mókás figurák, de abszolút nem jelentenek se az egyes emberre, se a magyarság egészére, a magyar társadalomra semmilyen veszély. Tehát nekük abszolút nem volt érdekük egy antiszemita közhangulat, egy vérvágügy, amiből nyilvánvaló, hogy az egyszerű nép körébe könnyen ez lázongáshoz, zavargásokhoz fajulhatott volna. Tehát ez a politikai elitünknek ez marhára nem hiányzott. És mivel ebből a liberális nemesi elitből került ki egyrészt a vizsgálóbíró is, Vari József, másrészt a tanácselnök Kornis Ferenc, hát nyilván ők is próbálták egyrészt megőrizni a semlegességüket, ugye egyikük se politizálhatott, abban az időben ezt még azért elég komolyan vették, és próbálták az igazságot tényszerűen kideríteni. Tulajdonképpen a vérvádra egyedül a harangozó Sarf Józsefnek a 15 éves fia, Móricz, a tiszaesztári per koronatanújának a vallomása engedett következtetni, viszont ez Marinak a visszaemlékezéséből is kiderül, hogy ezt a bíróság sohasem vette 100%-osan komolyan. Tehát, hogy itt vérvádról van szó, végig egyszerű gyilkossági ügyként kezelték, annál is inkább, hogy az antiszemitizmus vágyát elkerüljék. Hát akkor azért azt ne felejtsük el, hogy 1867 után egy erősen liberális Magyarországon vagyunk. Tehát a vádnak abszolút nem hiányzott a vérvád, ők szimplán azt akarták bebizonyítani, hogy valamilyen ismeretlen indítékkal a tanúvallomások, illetve a tények alapján valószínű, hogy a tiszaesztrádi zsidók meggyilkolták Solymosi Esztert. Itt vérfolyásról, meg egyéb történetről, mondom, egyedül a Sarf Móricz vallomásában volt szó. Természetesen, hogy felmerült a vérvád kérdése, ez a védelemnek jelesül Eötvös Károlynak a dolgát nagyban megkönnyítette. Miért jó ez a védelemnek, hogyha vérvádat emlegetnek? Hát egy másik példán megvilágítva, ez egy olyan dolog, minthogyha a cigányt rajta kapják lopáson, vagy akármi máson, akkor a cigány mit csinál? Elkezd üvölteni, hogy házében roma vagyok, ha jaj, de rasszista. És itt mindjárt megfordul a bizonyítási kényszer. Már nem a cigánynak kell bebizonyítani azt, hogy ő nem lopott, hanem a rendőri közegnek, meg az igazságszolgáltatásnak kell azt bebizonyítani, hogy ő nem rasszista. És akkor mindjárt más a leányzó fekvése. És amíg ezt bizonygatják, hogy én kérem, nem vagyok rasszista, én szeretem a cigányokat, mert van közöttük rendes, nekem is van két cigány barát, na jó, másfél, de van. Amíg ezt bizonygatják, addig senki nem kérdezi, hogy na jó, gyereke, te hol a bicikli? Az már egy ilyen mellékszál. Hát itt is tulajdonképpen Eötvös Károly a visszaemlékezéseiben is a Nagyper című három kötetős mesekönyvben, úgy is, mint a feliratokban, állandóan azzal volt elfoglalva, hogy erre a vallomásra a Sarf Móriczot a hatóságok vették rá. Hogy éjszaka, amikor Recski csendbiztos elvitte őt kihallgatni,
hát akkor ott mindenféle válogatott középkori kínzásokkal, vízpróbával, boszorkánypróbával, volt ott minden, ami kell, spanyol csizma. Ezzel rávették ezt a szegény ártatlan zsidó gyereket, hogy úgymond megtagadja a fajtáját. De mint a feliratokból kiderült, amikor Scharf Móric már mindenféle úgymond presszió nélkül valhatott a főtárgyaláson, nyilvánosan. Tehát nem kellett attól tartania, hogy mindenféle gaz antiszemita pandúrok meg egyebek utána elkalapálják. Akkor is határozottan kitartotta vallomása mellett, sőt az apjával és fajtársaival szemben határozottan megvetően és ellenségesen viselkedett. Ez még a vizsgáló bírónak is szemet szúrt, hogy vajon mi vihet rá egy gyereket, hogy ennyire szembeforduljon az övéivel. Ugye köztudott, hogy a zsidóknál az, hogy A zsidó, B zsidót egy nem zsidó hatóságnál feljelenti, vagy ellene tanúskodik, az egy súlyos bűn. Amit a Talmud írt, és ezt hívják ugye szép héber szóval mószerolásnak, ugye a zsidónak zsidó általi kifelé feljelentését. Tehát tulajdonképpen ez a Scharf Móric ezt a tényállást, talmudi tényállást valósította meg a tevékenységével, és Bari se értette, hogy ez miért lehet. És hogyha belegondolunk, akkor tényleg valahogy itt elkezd sántítani ez a történet. Kinek az érdeke lehetett az, hogy az egész tárgyalás sorozat alatt egyrészt Móric azt vallja, amit vallok, másrészt az, hogy a lehető legellenségesebben viselkedjen a családjával szemben. A vádnak tuti, hogy nem volt érdeke, mert az ellenséges viselkedés az a tanúnak a szava hihetőségébe és a, hát nem elfogulatlanságába, hanem érzelmileg kompromittálta a tanút. Tehát tulajdonképpen ez vezetett el később ahhoz, hogy Scharf Móricot a főtárgyaláson nem eskedték meg. Tehát ez egyedül a védelemnek volt az érdeke, hogy Scharf Móricon keresztül ezt a vérvág történetet bedobják a köztudatba, hogy utána már viszont az egész zsidó sajtó ezen csámcsogjon, kérem szépen, Nyíregyházán vérvág per folyik. Tehát, hogyha valaki betanította erre a vallomásra a Scharf Móricot, akkor az nem Recski Csendőr biztos, nem Bari József vizsgálóbíró, sőt, még nem is Kornis Ferenc tanácselnök, hanem valószínű, hogy vagy Ötvös Károly, vagy valamelyik Samesza lehetett. Mi támasztja alá ezt az elméletet? Hát nézzük meg, hogy mi lett a sorsa később a koronatanúnak. Azt ugye tudjuk a feliratokból, hogy az egész tárgyalás alatt, sőt az egész eljárás alatt, szembesítések alatt, hát majdhogy nem a nem létező keresztvizet is leszette az apjáról. Határozottan ellenséges volt, kijelentette, hogy ő már nem akar, a fene se akar már így zsidónak lenni. Tehát játszott a fiú minden hangszeren. És amikor megszületett a felmentő ítélet, hát nyilván azt gondoltuk volna, hogy mivel a tanú az ennyire összeveszett a családjával, hát nyilván a bíróság valamiféle gyámság alá helyezi. Ehelyett mi volt az első intézkedés? Visszaadták az apjának. Annak az apjának, akit előtte több mint egy éven keresztül elhordott mindennek. Ez testvérek, nektek nem gyanús. És utána mi történt? Az apjával együtt elköltözött Amsterdamba, az ottani zsidó hitközség fogadta be őket, és ott élt egészen 1929-ben bekövetkezett haláláig. Na már most, hogyha ő annak idején ennyire kihúzta a gyufát a hit sorsosainál, és ennyire ellenük fordult, és ez nem egy megrendezett dolog volt,
akkor mi magyarázza azt, hogy a zsidó hitközség részéről semmilyen retorzió nem érte ezt a gyereket? Sőt, zsidó közegben az amszterdami gyémántkereskedő és gyémántcsiszoló brigádban élte le egész hátralévő életét, még több mint majdnem 50 évet ott töltött közöttük. Hát testvérek, itt azért valami bajsza azért van a menyasszonynak. Ez így nem frankó. Tehát ez is azt támasztja alá, hogy Scharf Móricz vallomása csak és kizárólag a védelemnek állhatott érdekében, azért, hogy a tulajdonképpeni bűncselekményről elterelje a figyelmet. De onnantól kezdve arról szólt a bizonyítás, amit viszont senki nem állított, hogy itt vérgyilkosság történt, rituális gyilkosság. És tulajdonképpen egy nem létező bűncselekménynek a cáfolatával volt elfoglalva úgy a védelem, mint az egész zsidó sajtó, és erre hetszelték a közvéleményt is. És miután szabadon engedték őket, és megszületett ez a felmentő ítélet, akkor ugye egy igen lényeges kérdést nem volt hajlandó senki feltenni. Ugye a zsidók azok ünnepeltek, magukon kívül voltak, a magyarok különböző zavargásokat, tüntetéseket, mi egymásokat szerveztek, mindenki mással volt elfoglalva, csak azt nem kérdezte meg senki, hogy na jó, de hol a bicikli? Hol van Solymosi Eszter? Ez nem derült ki. Mind a mai napig. Később, mint azt az előzőekben hallhattuk, a kúria is megerősítette a felmentő ítéletet, tehát az ügy tulajdonképpen lezárult, és mégis tulajdonképpen az áldozat a soha nem került elő. Tehát valamilyen bűncselekmény mégiscsak kellett, hogy történjen, mert hiába röppent fel időnként a Pester Lloydba, meg egyéb budapesti zsidó kézen lévő újságokba, hogy hát én is láttam Solymosi Esztert, meg én is, meg itt volt, meg ott volt. Mindenfélét kitaláltak róla, hogy elszegődött két faluval odébb, meg elszégyelte magát, meg volt olyan verzió is még az eljárás elején, hogy tudom én, depi volt, aztán beugrott a Tiszába és öngyilett. Szóval mindent kitaláltak, amit lehetett, de mégis maga a holttest soha nem került elő. Ellenben például a középkorban előfordult hasonló gyilkossági ügyekben, ott viszont, amit szeretnek figyelmen kívül hagyni, főleg azok, akik most nagyon szeretnék a pokol hetedik bugyrába kívánni ezt a bizonyos Toáv professzort, ott elfelejtik, hogy ott viszont volt holttest. És a holttestek azért elég durván meg voltak csonkítva. Ugyanő például leír olyanokat is a könyvébe, megint csak alátámasztandó, hogy elég érdekes ritusai voltak ennek az askenázi zsidóságnak, hogy a zsidók számára a Tórában előírt húsvéti bárányt, amiben ugye a Tórában elő van írva, hogy hogy kell elkészíteni, hogy nem szabad a csontját törni, így és így kell elfogyasztani. Na, ennek az elkészítése az ő körükbe elég alternatív módon zajlott, mert gyakorlatilag ezt a bárányt szimbolikusan keresztre feszítették. Úgy szúrták fel a nyásra, fejjel fölfelé, minthogyha egy keresztre feszítést imitálnának, és a középkorban erről több peres anyag is tanúskodik, hogy ilyenen bizony őket rajta kapják. Illetve a leghíresebb középkori vérvád per, ez a bizonyos tridenti Simon ügy 1475-ből, ott nem szóbeszédre indult meg az eljárás, hanem egy csatornában megtalálták az illető 3 éves fiú gyermeknek a megcsonkított holttestét. Itt ugye a holttest hiányára hivatkozva tagadják, hogy történt is valami, és próbálják beadni arra, hogy hát tulajdonképpen világgá ment, mi egymás. A
középkori esetekben meg azt próbálják beadni a közvéleménynek, és azzal torkolnak le minden kritikust, hogy akkor az elfogott zsidó tanukat ugye kínvallatásnak vetették alá, és ennek hatására ők aztán mindent beismertek, énekeltek, mint a kismadár, és jó, mindent beismertek, de ott volt a holttest. Tulajdonképpen azt ismerték be, amin a holttesten ugye amúgy is látszott. És az az érdekes, hogy ugyanezek a történészek, akik szeretnek ilyenkor a humánumra, meg mi egymásra hivatkozni, hogy hát a kínvallatás az milyen csúnya dolog volt, és a kínvallatással szerzett vallomások azok nem vehetők figyelembe, mint történelmi tények. Ugyanezek a nürnbergi úgynevezett népbíróságon szintén csak zsarolással, fenyegetéssel és kínzással kicsikart vallomásokat a mai napig a leghitelesebbnek tekintik. És hivatkoznak rá, hogy hát kérem szépen a Göring, az ez, meg az, meg az amaz, hát mindent beismert, és akkor az onnantól kezdve úgy van. Vagy akár a némelyik elfogott táborparancsnoknak a ugyancsak csihipuhi hatására tett vallomását, azok is aztán oda tették elő, hogy mit tudom, 12 millió, azt is aláírták lazán. Tehát amikor idejövünk és megemlékezünk, és visszagondolunk arra, ami 131 néhány évvel ezelőtt történt, gondoljunk arra is, hogy tényleg arra emlékezzünk, ami valójában megtörtént. Ne üljünk fel annak, amit annak idején megpróbáltak a társadalom torkán ledugni. Ne váljunk áldozatává különböző babonáknak, hisztériáknak, és egy esetleg pedofil vagy akármilyen indítatásból elkövetett bűncselekményből ne csináljunk olyan, hogy mondjam, mítoszt, amivel tulajdonképpen a konkurenciának teszünk egy szívességet. Mert onnantól kezdve, ahogy a főtárgyaláson is, a túloldalnak már marha egyszerű a dolga, egy mítosszal kell vitatkozni, nem a tényekkel. És a tényekről onnantól kezdve már nem esik szó. Nincs arra szükség, hogy olyasmi jelzőket aggassunk a zsidókra, amik ezzel kapcsolatban például előkerültek az elmúlt 130 év alatt, mivel hogy épp az az elmúlt 130 év a bizonyíték arra, hogy ők sokkal kegyetlenebb, véresebb és nagyobb horderejű bűncselekményeket is elkövettek. És amíg mondjam, mítoszokkal hadakozunk, addig nem beszélünk a lényegről. Nem beszélünk arról, amit 1919-ben, 1945-ben, 1956-ban elkövettek a magyar nemzet kívánsára. Nem beszélünk arról, hogy a zsidó bevándorlással, ami az 1867-es emancipációs törvény után indult meg, ezzel párhuzamosan megindult az őslakosság kiáramlása, amihez a tiszaesztári felmentő ítélet csak egy újabb löketet adott. 1882 és az első világháború között 1,3 millió magyar hagyta el a Kárpát-medencét és tántorgott ki Amerikába. Erről annak idején Barta Miklós is nagyon szemléletes képet festett a Kazán földön című máig aktuális könyvében, amikor leírja azt,
hogy megint csak ott a zsidók voltak a közvetítői a különböző hajójegyeknek, meg egyebeknek, és próbálták meggyőzni a kárpátaljai russzin és magyar lakosságot, hogy tulajdonképpen Amerikában, illetve Brazíliában van a Kánaán, ott kolbászból van a sövény, maradék pénzüket azt ugye adják oda Kohnnak, Schwarznak, Grünnek, és azért kapnak egy hajójegyet a mennyországban. Tehát amikor mítoszokkal hadakozunk, akkor ezekről a tényekről feledkezünk meg. És nem engedhetjük meg, hogy ezek a tények feledésbe merüljenek, mint ahogy azt se engedhetjük meg, hogy Solymosi Eszter egy ártatlanul meggyilkolt magyar cselédlány emléke feledésbe merüljön. Azért tulajdonképpen Tisza Esztláron kezdődött el ez a folyamat, ahogy Marsalkó Lajos is leírta, a Szent Istváni Birodalom belső felbomlása és bukása, ami nem csak erkölcsi összeomlás volt, nem csak az ezt követő kivándorlás és egyéb tragédiák, ami végül Trianonhoz is elvezettek. Mindez itt kezdődött. És erre emlékezzünk, testvérek, és ennek jegyében hadd idézzem Erdélyi József halhatatlan sorait, mint egy mottó gyanánt. Bepiros vagy Solymosi Eszter vére, s bemeleg. Hajnalt festek a magyar égre, és felkelő napot veled, hogy ne hulljon hiába vérünk, és emléked árva hajadon, Solymosi Eszter árva népét, ébressze bátran, szabadon. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hallgassuk meg Hináncsi József, a Magyar Nemzeti Gárda országos vezetőjének szavait. Szeretettel köszöntök mindenkit, és egy szomorú bejelentéssel kezdeném. A mai napon veszünk végső búcsút Nagyváth Imrétől, a Gárda Motorosok elnökétől Budapesten, azért is van ez a viszonylag csekély létszámunk itt. Ilyenkor néma fölhajtással szoktunk emlékezni egy bajtársra, akit itt a jelenlévők közül is sokan személyesen ismertek, és ilyenkor visszagondolunk arra, hogy milyen pillanatokat éltünk át együtt. Eszembe jut nekem is Imréről a viszonylag rövidre szabott életidejéből az a néhány év, amit együtt egymás mellett töltöttünk, de amikor lehajtom a fejem, akkor végig szoktam gondolni azt is, hogy vajon mindent megteszek-e én magam azért, hogy a magyar nemzet egy kicsit jobb helyzetbe kerüljön, hogy ki tudjon szabadulni abból a gödörből, amiben folyamatosan lökik. És hát találok még hibákat, és mindig imádkozom ilyenkor, hogy adjon a jó Isten annyi életidőt, hogy ezeket a hibákat meg ki tudjam javítani. Úgyhogy megkérek mindenkit, hogy egy néma főhajtással emlékezzünk Nagyváth Imrére. Köszönöm szépen. Akikkel együtt jöttem, és volt olyan szerencsém, hogy ismét Tompó testvérrel utazhattam a buszon, abban a szerencsében volt részünk, hogy részletesen ismertetve lett az, hogy mi is történt itt Tiszaeszláron, mi volt ez a, mondhatom nyugodtan, hogy nemzetközi felháborodást kiváltó esemény, ami itt ezen a településen történt. Aki nem utazott a buszon és nem tudja, az interneten nagyon sok mindent lehet erről találni, érdemes elolvasni, de úgy gondolom, hogy
az előttem szóló nemzettestvéremhez hasonlóan egy mérföldkő volt annak tekintetében, hogy talán ez volt az első alkalom, amikor a nemzetközi pénzhatalom az igazság kimondását, kinyomozását megtiltotta a magyar politikai elitnek. Ekkor adtak először győzelmet felettünk, és ez a győzelmes hadjárat nyugodtan lehet így mondani, hogy a mai napig kisebb-nagyobb megszakításokkal tart. Vannak azonban ellenállók, és meg is kérdezni, hogy ki az, aki most van itt először, tartsa fel a kezét. Hát üdvözöllek benneteket az antiszemiták táborában. Azért mondom ezt, mert aki az igazságot keresi, megtalálja, netán kimondja, és itt csak arról az igazságról beszélek, ami ennek a nemzetközi pénzhatalomnak az érdekeit sérti, az rögtön antiszemitává válik. Tehát ti azzal, hogy most itt vagytok, és megemlékeztek erről az eseményről, ezt vállaltátok föl magatokra, ha tetszik, ha nem, és hogy itt réfásan mondtam, ahogy jöttünk ide, hogy ha mi sabbatkor a kis pajeszos gyerekeknek pászkát osztunk, mi akkor is már antiszemiták maradunk, mert ennek könyveltek el bennünket. Ugyanis vannak olyan dolgok, amiknek nem szabad kiderülni, és nagyon jól működik ez a kettős mérce, amit ez a pénzhatalom az anyagiak megvonásával magának biztosít, illetve hát azok az előjogok, amiket ezzel a fenyegetéssel magának biztosít. Nem kell túl hosszú múltra visszatekintenünk, vagy nem kell túl messzire visszatekintenünk. Itt volt például a sukorói kaszinó botrány. Joab Blumnak egy hajaszála sem görgül, sőt, még ő pereli a magyar államot, hogy megpróbált bennünket becsapni. Teljes merszélességgel áll ki mellette az akkori politikai elit, ugye tudjuk, Gyurcsány Ferenc majd mellette fog tanúskodni, vagy már túl is vannak ezen. De nem akarom itt elvenni ennek a megemlékezésnek a tulajdonképpeni fonaláról, nem akarok eltérni, csak ez is egy olyan érdekes dolog, hogy hol tartottunk akkor és hol tartunk most. Tehát ez egy olyan folyamat, ami a mai napig folytatódik, és fog majd menni egészen végig, hogyha nem teszünk ellene. Én úgy gondolom, hogy pontosan azért vagyunk itt, hogy tegyünk ellene, legalábbis én azért jöttem, hogy mindenkinek egy pici kis szikrát a szívébe ültessek, és azt mondjam, hogy ne féljetek ezt a szikrát továbbadni, ne féljetek, ha még meg is próbálnak benneteket eltaposni, vagy ellehetetleníteni, mert az igazság az csak egy van, és az igazságtól nem szabad félni. Azért próbálnak meg elhallgattatni, és azért próbálnak meg ellehetetleníteni, mert ők félnek attól, hogy ez az igazság ki fog egyszer derülni. Ezek a kicsi szikrák majd egyszer úgy remélem, hogy egy nagy lángá fognak egyesülni, és ez a láng egy tisztító tűz lesz, ami a világ történelem során, amióta csak írott történelem van, azért időről időre végig pusztít a világon. Ezeket szokták ilyen pogromnak, meg mit tudom én minek nevezni, ezek a szegény állandóan üldözöttek. És én csak azt tudom mondani, mint az előttem felszóló, hogy az soha senki nem nézi, hogy miért alakult ez ki. Nemrégiben a rendőrségen voltam egy rendezvényt bejelenteni, és elmondták nekem, hogy aztán nehogy ilyen antiszemita, meg rasszista beszédek hangozzanak el majd azon a rendezvényen. És hát mondtam, hogy én nem vagyok sem antiszemita, sem rasszista. Hát egy kicsit így csodálkoztak ezen, de rögtön mondom, akkor vissza is kérdezek, mondom, hány nép, hány nemzet él a világon? Kérdeztem a rendőrtől. Hát nem tudtam, én sem tudom, megmondom őszintén, de mondom, abban megállapodhatunk biztos, hogy 100-nál több. Hát az persze biztos. És mondom, hogyha én kettőt nem szeretek csak. De csak azért, mert a cselekedeteikkel kihívták ezt, hogy ne szeressem őket, akkor vajon én antiszemita vagyok-e, vagy rasszista vagyok-e? Kényszeredett válvonogatás, nem tudott erre mit válaszolni. És ugye végig gondoltam én is ezt az egészet, hogy az ember nem úgy születik, hogy szeret valakit, vagy nem szeret. Nagyjából az óvodában egyformán voltunk, ott mindenféle gyerekek. Soha nem volt ilyen probléma. Voltak a
hasonló bőrszínű gyerekek között is rossz gyerekek, illetve voltak olyan, megmondom, cigány gyerekek, akik szintén rosszak voltak, és voltak jók is. Nem ez alapján ítéltük meg, hanem az alapján, amit a nagy többségük képviselt. És itt elhangzott egy érdekes, illetve több érdekes mondat vagy adat is, ami ugye azt mondja, hogy a Balfour nyilatkozat és majd később aztán Izrael 48-as megalapítás, illetve az ENSZ által elfogadott megalapítása. És akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen érdekes, hogy ez a két nemzet az, aki a világban mindenhol szétszórtan él. Az egyiknek ugye soha nem volt hazája, a másik kapott egyet 48-ban, vajon miért nem mennek oda? Ha itt annyira nagyon antiszemitizmus van, erősödik, stb. Hát nagyon egyszerű, egy biológiai példával tudnám ezt nektek illusztrálni talán. A gazdatest és a parazita viszonya. A parazita nem él meg a saját közösségében. Ezért van az, hogy azok az emberek, akik a mások vérét, és itt utalnék a mai megemlékezés fontosságára, és mások vérét szívják, nem élnek meg a saját közösségükön belül. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy mind a saját hibáinkra, és itt a politikusaink, vezetőink hibáira folyamatosan felhívjuk a figyelmet, akár a Solymosi Eszter esete kapcsán, akár Sukoró kapcsán, illetve az a feladatunk, hogy saját magunk között, illetve közvetlen környezetünkben felhívjuk a figyelmet arra, hogy mik történtek itt az országban, illetve mik történnek itt az országban, most már azt mondhatom, hogy több évszázada. Hiszen ha továbbadjuk és felhívjuk a figyelmét körülöttünk élőknek, és ő is nyitott szemmel fog járni, akkor bízom benne, hogy meg tudjuk azt akadályozni, hogy ne legyen több Solymosi Eszter, illetve ne legyen több Solymosi Eszter, el tudjuk azt érni, hogy ne legyen több Solymosi Eszter, illetve talán-talán a nemzet egyszer egy olyan öntudatra fog ébredni, hogy le fogja tudni rázni azt a láncot magáról, amit államilag is segítene ránk rakni. Nehogy azt higgye bárki, most utalok a közelgő választásra, hogy április 6-a után valamit meg fog változni. Hiszen mondhatnám azt, hogy ugyanazoknak a kutyáknak a kölykei fogják majd az országot vezetni, nem a politikusok fogják elhozni a megoldást számunkra, hanem az, hogyha mi gondolkozunk, mi fogunk össze, mi fogunk nemzetként viselkedni, és mi fogunk megoldani a saját problémáinkat. Ezen dolgozunk, illetve több nemzeti szervezet képviselőt is látom itt, ezen dolgozunk, érzetünk velük együtt, hogy próbáljuk meg ezt az ébresztést minél szélesebb körre kiterjeszteni, próbáljuk meg az embereknek elmondani azt, hogy igenis harcoljanak az igazságtalanság ellen, ne hagyják azt, hogy az oroknál fogva vezessék őket, és ne legyenek már végre többet magyar áldozatai ennek a fajta térhódításnak, ami itt most már tényleg nagyon hosszú ideje folyik. Kétféle dolog van ebben, az egyik egy kulturális háború, ami zajlik ellenünk, hiszen most már megmondják azt, hogy mire szabad megemlékezni, és mire nem. Nagyon csodálkozom egyébként, hogy még itt lehetünk egyáltalán, és ez a téma, lehet. És folyik egy másik harc is ellenünk, a kulturális harcban egyébként nagy szerepe van annak, hogy illetve a kulturális harc sikeres megvívásában nagy szerepe van annak, hogy ki milyen környezetből jött, illetve ki milyen családi háttérrel neveli a gyerekét, és itt a szülőknek a nagy felelőssége abban, hogy a gyerekeket megfelelően neveljük, akkor ezt a kulturális harcot meg tudjuk nyerni. És van egy másik, az pedig, én úgy szoktam nevezni, hogy az életterünk mind jobban beszorítása. Nagyon okosan csinálják ezt az ellenségeink, mert fokról fokra jönnek előre, és amikor megállt parancsolunk nekik, akkor
rögtön leantiszemitáznak. És jönnek egy kicsivel mindig tovább. Ha nem mondunk nekik semmit, jönnek akadálytalanul. Ha megpróbáljuk megállítani, akkor az antiszemitizmus bástyája, illetve pajzsa mögé bújva jönnek tovább. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenki, aki itt most jelen volt, próbáljon meg lehetőségei szerint utána nézni annak, hogy mi történt itt valójában. Az interneten, mondom, nagyon sok anyag olvasható erről. Próbálja meg ezt minél szélesebb körben terjeszteni, mert én hiszem, hogy az embereknek fel lehet nyitni a szemét, én hiszem, hogy Magyarország azokon az embereken keresztül, akik most itt vannak, illetve más megemlékezéseken részt szoktak venni, fel fog tudni emelkedni abban a magasságban, ami ők megilleti. Ehhez kívánok mindenkinek józan ítélőképességet, kitartást és erőt. Örülök, hogy meghallgattatok, és köszönöm szépen a figyelmet. Én a jelenlevők nevében is nagyon köszönöm ezt a sok értékes gondolatot, amit hallottunk. Megkérem önöket, hogy vonuljunk át a Sormosi Eszter emlékezéshez és a koszorúzás a nemzeti gárda hegyi vadász negyedet. Lépés. Dobrát. Jasz. Tisztelnek. Jasz. Hátrahat. Lépés. Thank you.
szakadni jobban alapszervezetben. A Tisza Eszlári Jobbik alapszervezet. Sírálható 5-putonos asszú, 12% az alkoholtartalma, 130 g per liter maradék cukra van, ez egy kiváló desszertbor, csak különleges alkalmakra fogyasztjuk. Hát most az van. Igen, így van. Az elején elmondtam a készítési módját, igazából Rákóczi, második Rákóczi Ferenc idejében élte fénykorát a topai asszú. Tudjuk biztos ezt az idézet, hogy vinum regum rex, vinorum a királyok bora, bora királya. Ez 14. Lajostól származik, ugye ez hiteles, tehát ott még mindig van egy ilyen elsárgult étlap, ahol az étkezés végén felszolgálták ezt a bort, amit második Rákóczi Ferenc küldött, annak reményében a szabadságharcot talán támogatja, tehát akkor se lehetett már bízni a franciákba, hanem is az, és enkivel, jó szó, így van, a lényeg, hogy ott a király a vacsora után felkiáltott, amikor a desszertként felszolgálták, hogy ez a királyok bora, a borok királya, és azóta mindenki így ismeri. A középkorban és az 1700-1800-as években már 42 országba szállították a világba. Az orosz cárnak volt borvásárló bizottsága. Itt Bandérium, ami kísérte, már akkor is ilyen kalandos volt, gondolom Ukrajnán az út. Tehát a hordókat, amikor vitték, ugye egy lovas Bandérium kísérte. A Bemút, ami egy nagyon régi utca, ott volt a borvásárló bizottság.
Lengyelországban rengeteg kereskedő járt, és így elterjedt a hírek, később a tengerentúra is szállították. A tengerentúra talán azt mondják, hogy az erdőbényei, ami kemény savasbor, az volt a legjobb, mert a rázkodás jobban bírta a tengeren hajószállításnál. No, sok minden uralkodó kóstolta, ugye a svéd királynál mai napig megvan leltárba, hogy mikor fogyott, akkor értesítették, hogy új szállítmány kell, mert a királynak fogy a bor. Nem volt akkor kristálycukor, nem volt Nestlé, meg mit tudom, Milky Way, csak szőlőcukor volt, ugye, ami 6 molekulósú, egészséges volt, és a depressziót szépen elnyomta a svédeknél, az északi népeknél és a hideg klímába. No, még egy anekdotát főzök hozzá, volt egy olyan uralkodónk is, akit úgy hívtak, hogy Mária Terézia, aki szerette az ilyen típusú bort, és ilyen borral ajándékozta meg az akkori római pápát, a pápának ízlett a bor, és egy köszönőlevelet írt vissza, amiben ez állt: áldott legyen a föld, ahol ez a bor termett, áldott legyen az, aki ezt a bort én nekem küldte, és áldott legyek én, aki ezt a bort iszom. Aki termelte, az ki hagyták. Aki termelte, az ki hagyták. De várj, vigyázz, de jó kérdek szépen, jó vizsgálat. Jó beszélünk, hogy ilyen tisztítem. Kell a protokollina, kell a... Attól függetlenül kérdek szépen, jó, előállni, nyilván. És a Béla mondta nekem, hogy az, hogy a Terz, a Jani, hogy most már aki mellett szegélyt, az, hogy ebben a nagy lelkesítő kiekkel. Hát, tényleg. Jó érezzük magunk azt, hogy a kiállt. Hát ilyen. Elvünk van. Nekem a második, meg ez a negyedik volt a legjobb. Ezt is eltanulhatnád, Lajoskám. Nekem voltak ilyen ambícióim, borászlás, hogy drágok. Jó, minden cseppje drága. Igen, igen. Az idő sajnos elnyomták ezt a ezzel nem soha e földön élni halni kell. Ha magyar vagy, nem hagyod magad, és az ellen mind a forma hol. Ez a szent föld, amiénk marad, nem lehet itt idegen az úr. Mert nem magyar vér, aki gyáva nincs hazája, még a földön egy gyurcsány marad, ha magyar vagy, nem hagyod magad. Nagy fasz vagy, tényleg! Én is megköszönöm a házigazdának és a kedves feleségének a nagyon finom pogácsát és a nagyon szép fogálást. Szeretnék őket megajándékozni valamivel. Egy olyan valamivel, amire mindig emlékezni fognak, amikor nem leszünk itt akkor is. Lacika, szépen kérlek! Na, gyerünk figyelni! Nem, ez már volt! Kölcsei Ferenc, himnusz! A magyar nép zivataros századaiból. Isten, áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat, jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, s általad nyert szép hazát bende húznak vére, s merre zúgnak habjai, kiszállnak Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein, ért kolász lengetél, Tokaj szőlőveszei nektárt csepegtetél, zászlónk gyakran plántálád vattörök sáncára, s nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára.
haj, de bűneink miatt gyúlt harakebletben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett Ajkiron Ozmán vad népének, verd hadunk csonthalmai győzedelmiének, hányszor támadt enfiat szép hazám Kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre. Bújt az üldözöcs felé, kargyult barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában, bécre hág és völgybe száll bús kétség mellette, vérözön lábainás lángtenger felette. Vár állott most kőhalom, kevs öröm röpkedtek, halál hörg és síralom zajlik már helyettek, s a szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull, árvánk hő szeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsors, aki régen tér, hozz rá vígesztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat és jövendőt. Régi nagy pátronánk, nagy ígységben lévén, így szólít meg hazán, Magyarországról, lődes hazánkról, ne Fair.
Hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarországon. Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos vendégfogadtatást, vendégszeretetet! Solymosi Eszter megemlékezésére. Ezt az ünnepi megemlékezést most egy verssel kezdjük ebben az évben. Nagyné Bólosi Éva fog szavarni. Erdély József Solymosi Eszter vére. Megöltek egy liba pásztorlányt. Égre kiállt a vád. Úgy ölték meg Solymosi Esztert, mint egy tokos, pihés libát. Mint egy síró galambfiókot, szűz juhocskát húsvét előtt. Valami vérengző bolondok úgy fogták el és ölték meg őt, a dalosajkú kismagyar lányt. Valami vérengző vadak vademberek. Elfolyt a vére, mint egy párás piros patak. Ítélt a bíró. Félkegyelmű, képzelődő a szemtanú. Alaptalan a vád, a vérvád. A hátborzongató gyanú. Ítélt a bíró, elmehetnek a kaftánosok. Nem ölték meg Solymosi Esztert. Nem gyilkosok, nem bűnösök. Ítélt a bíró. Jaj, bocsánat. Igen. Nem bűnösök, nem sütöttek húsvéti ostját keresztény vérrel. Gyermek ijesztő dajka mese a vér a vád. Ítélt a bíró, s felélesztett a zsidóság az üldözött. De terjed a mese a vakhit a szegény magyar nép között. Zengett a dal, s a vérpatakból vérfolyam gyűlt, és hömpölyök, tenger, vértenger lett belőle, mérhetetlen mély és örök, mint Jézus vére a... A világot megváltó Isten emberé, az ő vére és a legyalázott szegény Solymosi Eszteré. Ítél minden kioltott ártatlan vér, minden magyar vér, ami folyt, párolgott és virult belőle idegen trón, élősdiból. Minden kiontott ártatlan vér, harctéren omlott hősi vér és munkában csorgott verejték, és megrabolt bér és babér, az én vérem is, az anyámé, a régi libapásztoré, az ő vére, a legyalázott szegény Solymosi Eszteré. Égre kiáltom akkor is, ha élettel és vérrel tilos, leírom akkor is, ha rögtön lángot vet a szűz papíros. Bepiros vagy Solymosi Eszter kiontott vére, bemeleg, hajnalt festek a magyar égre, és felkelő napot veled, hogy ne vesszen kárba a vérünk, és emléked árva hajadon. Solymosi Eszter árva népét ébressze bátran, szabadon. Most hallgassuk meg Mitya Tompó László ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar testvéreim, emlékezők! 1883. augusztus 3-án felmentő ítélet született
a tiszaeszlári bűnperben. Az egész országot sokkolt ez a fölmentő ítélet. Sokkolta, hiszen korábban is történtek hasonló bűnesetek, de ebben az időben, az 1880-as évek elején azért nem erre a felmentő ítéletre számított Nagy Magyarország népe. Abban az időben is, hasonlatosan a mához, olyanok diktáltak, olyanok hoztak törvényeket, olyanok akarták befolyásolni életünket, akik nem kötöttek a magyar röghöz. Már korábban 1882. július 1-én például egy belügyminisztériumi rendelet jelent meg, úgymond az antiszemita sajtó termékek elkobzásáról. Ha az antiszemitizmus előidéző kivételezett kisebbségiek, mondjuk így őket ezúttal, minden lehetséges alkalmat megragadhatnak be és külhonban országunk gyalázására, akkor nincs lehetősége, nincs joga és kötelessége a magyarságnak, hogy ezzel szemben védekezzen. Védekezzen az országunkat befeketítőkkel szemben, akik mellesleg a kirekesztés földjeként értékelték akkor is és ma is hazánkat. Ezért, hogy már a tiszaeszlári bűnese előtt, 1882-t megelőzően, de annak hatására mégis, még inkább támadtak hazánkat. Elég magyar szállodal, zengadal, hívadal. Esküvők, katonák, ünnepek. Ősi föld, sok vidám, kisgyerek. Szabadkáról zengadal, úgy lesz-e még elég magyar szállodal, zengadal, hívadal. Szabadkáról zengadal, lesz-e még elég magyar szállodal, zengadal. Jó szív, fehér hó, s zöld levél. Piros hajnal, fehér álom, és a zöld remény. Aztán új tavasz jön, és sok új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Jó anyám kertjében sok virág. Muskátlik, tulipán, violák, szarkalák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Muskátlik, tulipán, violák, szarkalák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Hogyha kell, megesküsz. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy a következő percekben emlékezzünk Solymosi Eszterre. Ugyanakkor éppen a rávaló emlékezés jegyében egyben vádat is kell emelnünk azon szellemiség ellen, amely azóta is, 1882 óta is folyamatosan jelen van életünkben, és a Kárpát-medencében.
De ki is volt Solymosi Eszter? Egy 14 éves szolgáló leány, aki Tiszaeszláron a Tokaj környéki kisfaluban, nem messze Olaszliszkától, idén 130 éve, 1882. április 1-én tűnt el. A legismertebb verzió szerint, mivel Esztert utoljára a helyi zsinagóga környékén látták, a falusiak a helyi zsidóságot tették felelőssé, sőt gyanúsították a lányka meggyilkolásával. A bíró biztos volt abban, hogy a vádlottak ölték meg Solymosi Eszter, de külső nyomásra kénytelen volt kihirdetni a felmentő ítéletet. Minek lehetett ekkora hatása a független magyar bíróra? Amennyiben nem így cselekszik, a rente konverziót, vagyis a kölcsönkamat visszafizetési feltételeinek hosszabb lejáratúvá változtatását, csökkentését nem hajtották volna végre a világ és hazánk gazdaságát már akkor is kézben tartó körök. Piros szín, fehér hó, piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Zenta és szép magyar kamizsán, zombori rózsafák illatán. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még szem, ott leszek. Hogyha kell, esküszöm, elmegyek. Nyílik majd még sok virág, a zombori rózsafák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűszfa ág. Nyílik majd még sok virág, a zombori rózsafák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűszfa ág. Thank you.
mondjuk itt villanyosan teljesen más a nyomaték zörvény, mint a zűrtelmű.